Egy nagy változás zajlik a horgászok életében. Eddig az államjegyek voltak azok, amik az online rendszerbe készültek. A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége rövidesen megkezdi az állami jegyek kiadását az egyesületeknek, és jelenleg feltöltés alatt vannak a szövetség területi jegyei az online rendszerbe. A jövőben területi jegyet mind online, mind a megszokott egyesületi és horgászbolti forgalmazási pontokon a Horinfo rendszerből lehet váltani. Mi az idén még biztosítjuk azt, hogy, illetve kötelezővé is tesszük, hogy mindenkinek kinyomtatásra kerüljön az első átmenet évben, és a jövőben pedig, ha be tudja mutatni a horgász majdan a telefonján vagy bármilyen eszközön a jegyét, akkor ez így is elfogadásra kerül, tehát a papír alapú területi jegyek meg fognak szűnni. Ha valaki a megyébe jön horgászni, akkor nem a nyitvatartási időhöz kötötten tud jegyet vásárolni, hanem az online felületről bárhol, bármikor meg tudja venni a jegyet. Az első lépés az a megyei szövetségnek és néhány nagyobb egyesületnek. A nagyobb egyesület nem tagszámfüggő, hanem akik 50 hektár fölött gazdálkodnak, azoknak kötelező érvényű. A jövőben pedig minden államilag a szombérlet vízen államilag odaadott a haszonbérletben történő gazdálkodás esetén kötelező lesz ez a területi jegy online változatának a bevezetése. Ez azt hiszem, hogy a horgászturizmust is növelni fogja a jövőben. A megyében egy hatalmas fejlesztés zajlott az előző egy évben. Az összes horgászvíz megtekinthető egy adatbázisban. A térkép a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetségének weboldalán érhető el. Ez alapján gyakorlatilag beazonosítható, hogy melyik víz kihez tartozik. Már akik hozzájárultak, azoknak a online elérhetőségét is föltöltöttük hozzá, hogy így esetleg, ha forgalmaz jegyet, akkor meg lehet nézni, hogy hol, mikor lehet elérni a jegyeket, esetleg online, hol lehet elérni. A horgászrendeket le lehet onnét tölteni, mindenképp szeretnénk. Ez egy még folyamatban lévő fejlesztés ilyen szempontból, hiszen az egyesületi adatok folyamatosan érkeznek be hozzánk és kerülnek föltöltésre. A térkép a horgászvizeken kívül tartalmazza a sólyázásra alkalmas helyeket, a kíméleti területeket, és bekapcsolható rajta a természetvédelmi területek sziluettje is.